Még állítólag 2016 a lezárások éve, addig 2017 az újrakezdés éve lesz. Gazsi Gizi a vendégünk, jó reggelt, és a délután szakértőnk is ugye te leszel. Ami ugye nagyon nagy öröm mindig a nézőinknek, amikor te itt vagy nálunk, mert akkor igazából lefogynak a telefonok. Mivel készülsz mondjuk te 2017-re, és mondjuk engem fel tudsz-e készíteni, hogy mi vár rám? Mindenre, de először is hagyj adjak át nektek egy-egy kis angyalkát, köszönjük amit a szépen. Fára vagy fa alá tesztek, nagyon és az már eleve hoz nektek szerencsét, úgyhogy az nagyon jó. De látszik, ahogy készültél, tehát én egy angyal vagyok, te ugye? Mindenféleképp. Mennyire nehéz rákészülnünk mondjuk 2017-re, hogy mennyire kell úgymond spirituálisan is, vagy bármilyen módon is vizsgálnunk azt, hogy egy következő évbe fogunk lépni? Hát eleve ugye most 9-es év van, mondjam éve 9-es év. Az a lezárós, ugye? Az a lezárós év. Az azt jelenti, hogy a párkapcsolatban, munkában, bármiben, amit úgy érez, hogy egy kicsit döcögös, azt most érdemes lezárni. Már csak azért is, hogy ugye, mint ahogy mondjuk az egyes... Döcögös, most pont azon gondolkodtam, mi lehet számomra döcögös, de reggelente bejönni a munka. Vegyél egy helikoptert, és 2017-től igen, járjál. Hát ez most le volt szépen. Úgyhogy arra kell odafigyelni, hogy az egyes év az mindenképpen egy teljes fordulatot ad az ember életében. Ez lehet akár munkakezdés, vagy bármivel kapcsolatos, családdal. Elég sok embernek volt ez az év, hát rossz. Ez azért rossz, mert a munkájával kapcsolatos, az életével kapcsolatos, akár halálozással kapcsolatosan, a szüléssel kapcsolatosan nagyon sok nőnek volt problémája, vetélés és nem megszületett. Tudod, gyermekek. Én arra gondolok, hogy amikor a 2016-os évről beszélünk, és ennek a fajta lezárásnak, és valami újrakezdés az egyes évvel következik, akkor ez nagyon sok embernek sokkal nehezebb, és nagyon sok ember alapvetően fél az újrakezdéstől. Nem éppen, mert vannak ügyfeleim, akik mondják, hogy igen, innentől kezdve én ezt most tényleg letettem, én ezt innentől kezdve lezártam. Ez lehet egy dohányzás is, érdekes, vagy itallal kapcsolatos dolgok. Ezt ő most lezárta, és innentől kezdve elindít egy olyan életet, ami tényleg kell neki. Mivel, hogy kakas éve, mert azért, hogy egyes éve az rendben van, de kakas éve is lesz. Mit jelent az, hogy a kakas éve? A kakas éve kínai szerint, ugye, mint ahogy most majom év volt, még van, 28-áig, február 28. Igen, addig még van. Az vagy te. Az vagy te, úgyhogy ez a szerencse, ez mindenképp jó, a majom év ez nagyon jó volt, de a kakas év is ugyanazt jelenti, viszont kakas év és tűz éve, ez azért egy kicsit már hoz változásokat, de hogyha tényleg be tudja tartani azt, hogy változtat a helyzeten, mert hogy egyes év van, akkor onnantól kezdve egy fordulat jön az emberiségnek. De aki nem annyira felkészült ebben, tehát a kakas év az mit akar, milyen a kakas éve? A kakas éve ez egy erőteljes, biztonságot alapuló jegy, a kakas év. Alapozó év. Alapozó, ez jól hangzik. Ez nagyon jó, és hogy még mellette a tűz év is, ami azt jelenti, hogy a pörgés is benne van. És igen, szeretnék kicsit többet pörögni, ez pörögni. Viszont sokat vagyok otthon, legalább 4-5 órát. De merre akarsz pörögni? Hát de meg fogom neked nézni, hogy most mit hoz neked, mit szólsz hozzá. Nézzük. Milyen kártyával jósolsz? Cigánykártyát nézek neked most. Jó? Okay. Hogy mit hoz kell neked? Kell valamit tennem? Hát persze. Igen? Húzol mondjuk egy 5 kártyát, hogy nézzük meg, hogy mit hoz neked a kakas éve. Hogy zárod le a majom évét mondjuk. Az fontos, ahhoz, hogy melyik kézzel húzom? Nem, mind a kettő a tied, nekem nem. Mondják, hogy bal kéz, de nekem pedig azt mondom, hogy mindegy, mert mind a két kéz a tiedén. Rakjuk inkább ide, jó? Hogy hát, hogyha a kedves nézők azt gondolják, hogy csalunk. Nem csalunk, semmit nem csalunk. Amiben reménykedsz, ott mindenképp szerencséd lesz, szerelemben is mindenképp, ami fordulatot hoz a számodra. Én idehozom a kártyát, mert ez olyan kártya. Szerelemben fordulatot hoz a következő. Ami azt jelenti, hogy nagyon jó. Uh-huh. Biztonság. Hát lehetek még jobban szerelmes. Lehetsz még jobban lehetek szerelmes. Lehetek másba szerelmes. Hát azért azt mondjuk, nem kellene. És egyébként megvalósulhat kellene. Az, hogy mondjuk akkor elveszem Pamarát. Hát épp ideje. Igen. Épp ideje. Hármat húzzál még erre, mert ez nem tetszik nekem ez a kártya. Itt mindenképp van egy 40 év körüli, 45 év körüli férfi, aki szomorúságot, lelki betegséget és veszteséget próbál neked okozni, de mégsem tud, mert ott van neked a változás, ami fordulatot fog jelenteni az életedben. Itt ez az a férfi, aki megpróbál ártani, megpróbál lelki betegséget, veszteséget okozni, amitől te ugye bízol benne. Ez ugye a Pamelának lesz. Nem. Ezért úgy érzed, ez munkával kapcsolatos különben, hogyha ráhúz még hármat, akkor rögtön
ki fog jönni, ez munka vagy bármivel kapcsolatos. Így van. Ami azt jelenti, hogy itt neked változás lesz, ami fordulattal jön az életedben. Egy utazás, ami mindenképp változást és fordulatot hoz, hát nem kellene már itt másfelé kacsingatni, mert az nem lenne jó. Jó, itt van egy ilyen kacsingatós ablak? Van egy kacsingatós ablak. Nem kellene, mert az nem lenne jó. De ez nagyon nehéz, mert a hölgyek kacsingatnak felém, és nagyon nehéz nekem. De ellenállni, ellenállni. De az, hogy ennyi nemet szerintem életében nem mondott senki, mint amit én szoktam. De, igen, nem. De szóval mindenképp, hogyha azt veszük, tehát a alapvetően szerencse... Hogy látod? Alapvetően azt látom, hogy amiben te reménykedsz, és amit eltervezel magadnak, vagy kitűzöl célul. Igen, reményeim az... nincsenek, céljaim vannak mindig. Azért célul, akkor az mindenképpen jó lesz. Csak arra a 40-45 éves férfira kell egy picit oldalról figyelnem, oldalról, aki esetleg anyagi kárt akar nekem, vagy igen, bármi más. Valami veszteséget okozhat. Viszont ugye hát nem vagyunk egyformák, van 12 féle csillagjegy. Van olyan csillagjegy, akinek szerencsésebb éve van, vagy kevésbé szerencsés? A sárkányoknak nagyon jó. A sárkányoknak általában nagyon jó az éve, de hát az még egy kicsit arrébb lesz a sárkány éve. Igen, az márciustól indul. Igen. Nem. Most kakas van. Most kakas. Ja, sárkány az még kakas. Nem. De te sárkány vagy? Sárkány. Igen, az még arrébb. Van még 6 éved? Még hát, remélem több van. Öt rossz, és utána indulsz el? Nem. Azért közben van, mert például a majom és a sárkány az nagyon jó kijön egymással. Látod? Az nagyon fontos, viszont... Érezhető köztünk, hogy nagyon igen, jó kijövünk. Viszont a kakas és a majom is kijön jól egymással, úgyhogy érdemes erre odafigyelned. Hogyha most itt felsorolnám a jegyeket, akkor... De akkor inkább igen, a kínai szerint dolgozol, és a standard csillagjegyek úgymond... Nem. Az egészet nézem én az asztrológiával foglalkozom annyira, hogy értek hozzá valamennyit, de inkább én a kártya és a rajz, meg ehhez hasonlók azok, amiket én jobban szeretek. Mostanában, amikor jönnek az ünnepek, vagy az ünnepek után is többen járnak hozzád egyébként? Többen jelentkeznek be ilyenkor? Nem feltétlenül, általában egyformán, csak januárban, amikor, ja, igen, januárban azért, amikor elindul, hogy megnézze tényleg, hogy most milyen lesz az éve, és hogy alakul, mit kell nem megtennie ahhoz, hogy rendben legyen az élete, az nagyon fontos. Ez akár munkával, anyagiakkal kapcsolatos, ez nagyon fontos, az a része, hogy tényleg boldogan élje azt az évet, vagy azt a következő évet, ami neki lesz az élet. Bazsi Gizinek nagyon szépen köszönjük, egészen hívhatják a 30-as 515 93 99-es telefonszámot, számon hozzá nem emel díjas a telefonszám, úgyhogy nyugodtan hívják Gazsi Gizit. Köszönjük szépen, és mi is a végén visszavárunk. Rendben, köszönöm.